Sziasztok, Máté vagyok. Sziasztok. És a mai videóban itt van velem Anikó. Szüvesek kedvéért. Igen, és ma megint itt vagyok Budapesten, és az utcán fogom befonni Anikó haját. Mégpedig nem is akármilyen helyen vagyok, úgyhogy meg is mutatom nektek, hogy milyen gyönyörű látképünk van. Ezt nézzétek, ott a Budai Vár, ott a Várkert Bazár, ott van az Erzsébet híd, Lánchíd, arra ott van valahol a parlament, csak azt ugye nem látjuk. És hát igazából itt fogom most Anikónak elkészíteni a haját, úgyhogy ha ez érdekel titeket, akkor tartsatok velünk. Most a változatosság kedvéért egyébként a többi ilyen utcafonásos videótól eltérően hoztam állványt és kamerát. Úgyhogy most Anikó nem fog elfáradni a kezed. Nem. Na, úgyhogy helyezkedjünk el. Szupi. Na, szerintem ez egy jó beállítás is lesz, mert így láthattok kicsit a háttérből is, valamint Anikó frizurájának a készítését is láthatjátok. Egyébként egy ilyen nagyon szuper textil hajbúja van Anikónak, amit majd használni is fogunk a végén, de most először elkészítem a fonást. Egyébként arra gondoltam, hogy Anikónak három darab halszálba fonást késztek el. Egyet a feje tetején, egyet az egyik oldalon és egyet a másik oldalon, és végül hátul egy ilyen kis cofban fogom rögzteni azzal a szuper hajgumival, úgyhogy ezt láthatjátok. Szerintem nem játszik egy picit ellened? Hát szerencsére hoztam csatokat is, abban az acskóban van csat is. Na, ezt megfogod nekem ezt a kávét. Köszönöm. És egyébként láthatjátok, hogy tök jól néz ki Anikónak még most is a hajszíne, pedig már azért mikor is festettük Anikó utoljára? Várjál. Még a sziget előtt szerintem. Nem. Nem tudom. Szóval eleje előtt, július. Szerintem még lehet, hogy júliusban, mert ugye akkor voltam Ausztriában. És akkor már úgy mentem ki, mindenki kicsit a hajam. Szóval ez még egyetlen. Úgyhogy most majd, ha legközelebb jön hozzám Anikó, akkor egyáltalán nincs szükség arra, hogy a világosabb részeket fentebb vigyük, hanem csak esetleg a színét lehet majd egy kicsit hangosabbra árnyalni, és az már ugye egyáltalán nem lesz káros a hajnak. Hát most már egy nagyon picit nőtt is a hajam, szóval nagyon boldog. Hát még jó, hogy nőtt. Hát de tudod, amikor nagyon sokat a festő, akkor nem nőtt olyan gyorsan. Tudom, de most már annak vége, reméljük. Ha én nagyon gondolkozok, miért felkelek, és ám ilyen szörnyen a hajam, akkor jöttek egy kereket, tudod, és így, hát, a Máté nem örül neki. Meg utána lehetese. Biztos, hogy nem. Sírva imádok, hogy nem tudsz egy jó sampon, nem tudsz egy jó hajgápolót, nem tudsz egy jó, nem tudom, hajpulás csak kettőt. Egyébként, hogyha Anikó nem ért volna rá, akkor az jutott eszembe, hogy itt az utcán szólítok le embereket, és nekik késztek el fonatokat, de megmondom őszintén, hogy nagyon megörültem, mikor Anikó írt, hogy mégis ráér, és tudunk találkozni, mert ettől egy kicsit megmondom őszintén izgultam volna, viszont hogyha szerintetek ez jó ötlet, akkor kérdezik a kommentben, hogy csináljak-e ilyet, aztán lehet egyszer rászállni magamat, ha Anikó is jön velem. Mert azért egyet én mégis csinálom. Tudom, hogy neked az, hogy oda menj kilépni a komfortzónából. Bár amúgy én már láttam tőled olyan videót. Hát a hajvadász videó az olyan, és ez igazából a hajvadász videó és az utcafonásnak az ötvözete lenne. Igen, szóval ez a... nem tudom. Utcavadász videó, vagy nem tudom. Szóval... hogyha ahhoz valakul eszed... akkor sem egyet jó voltam egyébként, úgyhogy... Igen, amúgy egyébként mindig kérdezitek, hogy Pesten dolgozok-e, és hogy befonnám-e a hajatokat, szóval gondoltam, hogy így, hát
nem ti mondjátok meg, hogy mikor dolgozom Pesten, hanem én, de akkor dolgozom. Ja, igen, akkor az előtt hajnalban kaptak üzenetet, hogy holnapot dolgozok. Az utcán. Az utcán. Jó, ehhez azért jobb idő is kell, szóval a mai egyébként hát pont jó is lett volna. A legcsodálatosabb nyári nap ősszel. Október 2-a van, és érted, miniszoknyában, magas sárkóban, a napon ülök, és a szemelmesít a nap. Szóval nyáron nem volt ilyen csodálatos idő. Hát volt, de azért ez tényleg nagyon jó most. Amúgy nem szokták bánni, hogy a saját helyetet nem tudod befonni? Nem. Nem, mert nem. Neked ilyen szépeket tudok csinálni, és ez pont elég. Képzeld el, én elkezdtem próbálkozni hajfonással. Na hát, ez szép mondható. Hát igazából, nem tudom, én nagyon nagy sikerélményem, nem néz ki még 100 millió vagy annyira sem szép, mint az ilyen, de próbálkozom. Majd belejössz. Mondom. Majd nem sokára az oldalsókhoz érek, és akkor majd már nem fújja oda a szél. Rendben. Jól tartom a fejemben, én akkor mindig azt mondom, hogy amúgy, ha nekem nem sikerül a befonás, mindig azt mondom, hogy az ember, aki csináltam, az mozorgat, tudod. Amúgy nagyon-nagyon professzionális hajfonó vagyok, csak hát mozogká, tudod. Szóval, a kifogásom. Néha kell egy kis kifogás. Ezért most próbálok amúgy csak így egy pontot nézni, hogy még semmire sem lehessen azt mondani, hogy na, ez egy higán volt. Nem fognám rá a egyébként. Nagyon-nagyon jónak képzelem mindegyiket magamba, aztán a valóságban nem biztos, hogy mindegyik olyan jó. Ez biztató volt. Igen, de egyébként mikor elképzelem, akkor mindegyik nagyon menő. Például amikor az utcafonást is csak úgy kitaláltam mind a kettőt, akkor nagyon menőnek képzeltem el, és mondjuk a valóságban is elég menők lettek szerintem. Úgyhogy reméljük, hogy ez is elég menő. Mostanában megmondom őszintén, hogy kicsit nagyon megszállítja vagyok a kifordított falszálkafonást, tehát amikor tehetem mindenkinek, azt készítek el, amikor valaki rá vissza magát, mert szerintem nagyon-nagyon látványos és olyan kis laza kinézetet ad, úgyhogy nekem most az az egyik kedvenc vonás, amit az egyszerűek közül persze. Akkor a mai laza naphoz nagyon jó kis laza haj. El is érkeztem. Az első kis középső fonatomat egy hajgumival megkötöm. Forduljak jelenségre? Ja, igen, most megfordulhatsz egy kicsit. Tehát ilyen lett. Kilazítgatom.
hogy ne látszódjon a leválasztás, és jöhet is az oldal, és ott ugyanezt igazából elkészítem. Most én látjuk aztán a világszállnak érzem magam, tudok harcolni, hogy forgatni, mindenki nézni kell, és utána várom majd, hogy díjjelölés kapjuk. Úgy képzeljétek el, hogy láttam Kim Kardashiannek a kislányát, vagy még nem tudom, valamelyik másik is a kislányát, hogy hajból volt. Gondoltam, hogy csinálhatnék egy ilyen videót, viszont eddig még nem találtam embert, aki felvenni, mert ugye ezt én úgy... felvenném. De úgy kell. Nem tudom, most igen. De úgy kellene felvenni, hogy alá valami ilyen testszínű top, sima. Meg ilyen, tudom, így sima. Egyben van ilyen... Sima, body. Igen, igen, na, valahogy úgy kellene megcsinálni. Ez elképesztő. Hát ez a Kim Kardashian amúgy. De ez a videó, tehát ez mit szólt? Most... elszomorodtam egy pillanat magamban. Azt hittem, hogy most, mert amúgy, hogy kimentem a kifutóval, és hogy olvó közben pár dolgot jutott eszembe, aztán meg, hogy vegának majd a húsruhája, tudod. Igen, igen. Szóval milyen komoly lenne, hogyha így, csak így nem tudom, a pótájából így fonnál egy ruhát, tudod, és ez milyen király lenne. És volt ilyen, és le is képernyő fotóztam, úgyhogy... Nem hiszem el. Majd megmutatom egyszer neked, elküldöm, hogy... Én rá fogok keresni amúgy majd, tudom, hogy... Insta sztoriba rakta ki, nem biztos, hogy, hogy kint hát, van. Írjátok meg, hogy nektek hogy tetszenek ezek az ötletek, és hogy melyiket most csináljuk hogy meg. Mi a legbizarrabb dolog, amit elképzeljétek, hogy mit lehet csinálni egy húthajjal. Szerintem az is. A bizarr mellé technikáid után szerintem kapnál válaszokat rá. Ja. Kucsma menj az, hogy pont jó. Egy kis táskát ad rá a hosszú, hogy így a, itt a vászlattáskát, tudom. Aha. És akkor a fejemről lejön, és csak fele kell bújnom, és mindig nálam lenne az a táska, tudom. Csapatartám a hajából, tudom, hogy a fésüket, tudom. És az mindig nálam kell, hogy legyen. Bár, hogy van a fogalmat, mert kéne fésülni, és ja, úgy. Minden, akkor én leszállok a spánból, veszek 5 kg banán, meg 6 kivit, 4 patolyát, majd lerakozhatom a hajamba, tudom. Na megvan a második vonatunk is. És most végül a harmadik, a bal oldalon. Csináljam így, vagy átadjuk a kamerát? Nem, szerintem. Tudom. Átrakjuk a kamerát akkor. Azt hittem, hogy most nagyon van, akkor próbáljuk meg, hogy mennyire fájjunk. Most egy kicsit meg fog szabdulni, ha már eddig nem. Ez teljesen nem igazából szerintem. Becsuk a szemet, megjátszok, alszok. Azért most
tudod, meg hogy tudtad, hogy ma fogom fogni biztos? Nem, akkor annyira szomorú voltam, hogy mondom, hogy már tudod. És amikor befejeztem a vizsgát, mondom, én hiszem az én életemet, és... Mert én nem érted magad. Töptem, és hátrasztom, hogy mondom, úristen, mégis nem érsz. És ez a 13 percedik voltam, szerintem ez csodálatos. Hol jöttem most? Hát, hogy kocsikon kezdtem a reggeli hídemet. Ez nem jó, amikor a kezdődött hátrasztom. De volt, már reggeliztem, és csak hogy három szendvicsből, és akkor a harmadik maradt. Egyszer egyetett 5 óra, 40-kor, egyetett 8 óra, 40-kor. Hát változási naptól, Bence Mátérval. Igen. Köszönjük, kedves hallgatóink, figyelőink, kedvelőink, kedvelőink. Egyébként most reggel pont ott gondolkoztam, hogy mondom, betegyem a kamerának a mikrofonját, de hát azt nem raktam be. Úgyhogy azt mondom, hogy mit fogtok végül is belőle hallani.
Hop-hop-hop. Így. Csak az a baj, hogy ráfújja a szél. És készültem a Nikó hajával, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg kommentben. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai videót. Örülök, hogy újra találkozhattam a Nikóval, remélem ti is örültök neki. És találkozunk a jövő héten egy újabb hajas, fonásos vagy beszélgetős videóban. És addig is